Ez azt jelenti, hogy a szerződéses időtartón belül meghatározott időszakokhoz rendelnek ellenértéket, tehát például egy határozatlan időtartamú könyveteli szolgáltatás esetén, mondjuk ugye azt mondják általában a felek, hogy a könyvelési díjat negyedéves vagy havi időszakra vonatkozóan kell fizetni, ugye ebben az esetben az általános adózási szabályok nem lennének alkalmazhatók, mert ugye az adott hónapban a könyveteli szolgáltatás végzőnek tulajdonképpen minden nap teljesítési kötelezettsége van, ezért ehhez nem lehet kötni az adófizetési kötelezettséget, mert ugye csak önkényesen lehetne egy napot megállapítani teljes kintésként. Ez is járható út lett volna, de a jogalkotó nem ezt a megoldást választotta, hanem azt mondja, hogy tekintsük teljesítési időpontnak a részkifizetés esedékességét, és azkor keletkezzen az adófizetési kötelezettség, ami nagyon fontos, hogy az adófizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a szolgáltatás igénybevevője nem teljesít fizetést. Tehát amennyiben nem teljesít fizetést, akkor is a termék értékesítőjének és a szolgáltatás nyújtójának adófizetési kötelezettsége van. Ami viszont nagyon lényeges szabály az időszaki elszámolásos ügyleteknél, hogy amennyiben előbb teljesít fizetést, tehát ő önként az esedékességet megelőzően teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor viszont az esedékesség előtt nem keletkezik adófizetési kötelezettség, hanem csak az esedékesség időpontjában. Az is nagyon fontos szabály, hogy az időszaki elszámolásos ügyleteknél nem értelmezett az előleg fogalma, tehát ugye a felek a teljesítésre kötelezett felé a termékvevője, a szolgáltatás igénybevője nem tud fogalmilag előleget fizetni, tehát az előleg fogalma kizárt, tehát ezen az alapon sem keletkezhet ugye a jóváírás, illetve az átviteli időpontjában a teljesítőnek adófizetési kötelezettsége. Tehát igazán ez a lényeges szabály az időszaki elszámolásos ügyleteknél. Természetesen, ugye én csak kiemeltem egy ügyletet, de van más eset is, amikor ugye az általános szabályoktól eltérően kell eljárnunk. Például ugye fordított adózás esetében is, ugye az ÁFA törvény 3 időpontot említ, ugye amelyhez kapcsolódhat adófizetési kötelezettség, és ugye amely időpont legelőször bekövetkezik, akkor kell az általános forgalmi adót megfizetni.